Tessék átmenni! Tessék átmenni! Álljunk meg kicsit! Szia, édes! Na? Nem most épp... Milyen kabátot vegyünk a gyereknek? Ezt most nem tudom, ne arra úgy. Átfülted. Most nem tudom megnézni, mert... Jó, jó, megnézem. Szia, Lacikám! Szevasz, édes jó barátom! Most hoztam el az autót, és megint beragadt a fék. Bizony, beragadt. Ja. Mi az, hogy nem tudjátok folytatni? Elmentek a köművesek? Hogy mentek volna el? Tudom, igen, tudom, hogy tartozom a számlákkal, de most azt a kettőt nem találom. A kivonatokat pedig küldöm, persze. Picit tudod tartani, mert becsörgök. Igen. Sárgát. Hát mert a sárga jobban néz ki. Tényleg elmentek? Ha csak van ott valaki. Jó, figyelj, felhívom őket, jó? Szia, igen, most jöttem ide a bolthoz, csak közben megbüntettek, ja? Mert a... Ó, baszki! Várjál már, addig akkor mondjad, hogy mi van? Akkor a feketét, legyen a fekete, jó? Akkor a fekete. Nem érdekel a rizsa, adjatok egy embert, ne droidot, embert, nem nyomok meg több gombot. Jó, akkor a kettes gomb. Persze, menjen, azért álltam meg, tessék! Miért nem jó? Még kaptam egy SMS-t. Miért nem jó a fekete most? Várjál már, ez több dolog egyszerre. Azt mondtad, csak pár tucérbe kell ugrani, nem? Vegyet föl. Hármas gomb. Jó. Jó, akkor paradicsom, tojás. Azt a rohadt. Vegyet föl. Mi az, hogy ott hagytam az óviba a gyereket, édesem, de hát már iskolás. Ja, a másikat? Basszus kurva! Jó, akkor rendeljél egy lilát, a lila teljesen jó lesz. Ja, hogy az drága, hát akkor marad a fekete, nem? Nem megy a lift, indítsa már el! Azt mondjam, értse már meg, voltam pár céges rendezvényen. Ha én nem látom a nézőket, az a gond, hogy ők sem látnak engem. Ki nyomod? Szia, Nyuszika, mi a helyzet? De most nem beszélgethetünk, mert épp dolgozom. Menj, Uborka! Mi az, hogy amennyit szoktunk? Az uborkának nincs egy ilyen mértékegysége, hogy 100 vagy 1000, számszerűen. Ne! Már megálltam, akkor menjen! Nem, én nem foglalkozom mosógépes poénokkal, csak úgy általános történeteim vannak, érti? Nincs, ne! Ki nyomod, te rohadék, engem te nem nyomsz ki! Nem értem, amit mondasz. A telefonban, ne egyed meg a telefont, úgy nem hallok. Küld már meg SMS-be, mert nem tudom megegyezni. Az ügyfél az adósítom. Onnan a viharbe. Faszomból tudjam az ügyfél az adósítómat. Passz meg! Nem tudok hazamenni most este. Adjad anyát, jó? Ja, hogy öreg autó. Nem te mondtad, hogy érdemes ráköltöni? Ráköltöttem. Nyuszika, adjad anyát! Érted, amit mond? Nem tudom megjegyezni. Hozzányúltatok egyáltalán? Az ön problémája. Van ma fogép. Vegyed föl! Addig hívlak, amíg megöregedsz. Tudom, hogy hallottok ott vagy, ugye? Láttok is, nem? Láttok. Ezt látod? Ezt? Halló, kezi csókolom. Arról van szó, hogy körülbelül egy hónapja nincsen internet. Hogy tudna nekem abba segíteni, hogy... Na! Szedd már össze magad, pubi! Nem érek rá egész este. Te magadtól mozogsz? Hát persze. Ha rajtad múlna, itt rohadnék egész nap mozdulatlanul, mint egy hulla. Na, induljál, már várnak a nézők. És a színpadra akkor majd bejössz egyedül? Hogy a viharba mennék be, te szerencsétlen? Nincs lábam! Ja, persze. Bocs. Takarodjál már! Hölgyeim és uraim, a színpadon Mogács Dániel. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, igazán kedvesek! Szép jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy összegyűltünk és hogy itt vannak.
És úgy látom, vannak itt kopaszok is. Látom a csillogó tudatokat. Vannak itt kezdők, középhaladók és vérprofik, mint az úr. Igazából rájöttem egyébként, hogy a kopasság evolúciós előny, nem? Mióta feltalálták a sapkát, teljesen felesleges a haj. A haj az egy olyan sapka, amit nem tudsz levenni. Ebbe zuhanyzol, biciklizelsz, ebbe kefélsz, mindent ebbe kell csinálni. És ráadásul nem vagy te szobanövény, baszki, hogy valaki állandóan gondozza a fejedet. A legintelligensebb állatunk, a delfin, az is tarkopasz. Pontosan tudja, milyen hülyén néznek ki, ha jönne föl hosszú hajjal a víz alól. A saját hajába fulladna meg az a szerencsétlen. Egyébként brit tudósok bebizonyították, hogy a kopaszok lényegesen intelligensebbek, mint hajas társaik. Itt azt kell megérteni, hogy az ész kibassza a hajat. Úgyhogy engem egyáltalán nem zavar, hogy kopaszodom. Ha alacsony lennék, az mondjuk sokkolna, de hát... Hál' Istennek erről nincsen szó. 198 cm magas vagyok itt a színpadon. Ezt nem tudom, észrevették-e, hogy most van ez a divat, hogy mindenki magas. Én nem igazán követem a divatot. Sőt, én mindig ilyen ferde szemmel nézek ezekre a nagy magas emberekre, hogy ez valamit biztos kompenzál azért ilyen magas. Biztos kicsi a pöcörője, ugye? Mert azt mondják, kis ember nagy bottal jár, és akkor a faszomról még nem is beszéltem. Vagy pedig azért ilyen magas, mert végtelenül ostoba, és nem érti se a sámli, se a létra működését. És genetikailag nyújt meg, mint a zsiráf, érted? Mert annak is mindenem megnőtt, de látszik, hogy az agyára semmit nem hízott. Hát ha belenézel abba a végtelen ostoba tekinted, amikor azt neki egy kajadarabot, akkor látod, hogy még a nyelvét se tudja koordinálni. Mire meg lesz a falat. Ha a zsiráf fut a szavannán, az összes állat azon izgul, hogy el ne baszódjon. Nem? Ahány... Ahány végtag, annyi irányba. Ráadásul az egyetlen állat, akinek spárgáznia kell a vízért, mert azt meg elfelejtette, hogy lent van, akkor tolja föl a toronyba a hülye gyerek. Egyébként a díszőrségben, a katonaságban is nagy magas embereket tesznek, mert hát nem jó katonának, csak dísznek, ugye? Kilóg a feje a lövészárokból. Egyből leszedik. Nekem maximum a hajam ló ki, az meg gyakorlatilag nincsen, tehát az ideális katona ez az a méret, amit itt láthatnak. Mondjuk ezt mostanában annyira nem reklámoznám. Egyébként nem tudom, látták-e Kinizsi páncélját, hogy mekkora ember volt Kinizsi. Kinizsi nekem a vállamig ért. Az ilyen csávókkal, mint én a középkorban, a lovakat fedeztették. Most meg bemegyek egy koncertre, és csak farzsebeket látok. Nagyon csúnyán megváltozott a világ, és akkor most hirdogálunk itt, hogy jaj, hát kicsi nekünk ez a bolygó. Nem nekem, neked, baszki. A te 47-es ökológiai lábnyomodnak, érted? Annak kicsi. Én nem teltek róla, hogy megnőttem, nem a fasz, nem látod, hogy nősz. Neked hetente 5 centit le kéne csapni a lábadba, hogy valahogy emberformád legyen. Tehát én azt mondom, aki nálam 2 centivel is magasabb, az bassza meg magát ott, ahol van. Tisztelet persze az itt lévő kivételeknek, és a hölgyeknek, mert őket majd én. Ezzel tényleg ne fáradjanak. Na hát, rettentő sok idegeskedés van a világban, ugye? Volt a pandémia, azt elvitte a háborút a kata. Folyamatosan érezhető a feszültség, egy ilyen kis pulzáló bolygónk van. Legjobban talán az utakon lehet ezt észrevenni. Én mondjuk be kell valljam maguknak, hogy az a fajta sofőr vagyok, aki nem szereti, hogyha van előtte valaki. Ez Budapesten nagyon nehéz megoldani, de én folyamatosan dolgozom az ügyön. De nem csak én idegeskedem, tehát látom ám a terráriumokban azért az agyvérzéses pockokat. Hogy megy az activity, nem olyan Én már kaptam nagymamától akkora fakeszt, hogy majdnem berepett az üveg. De mindig megfogadtam, hogy nem fogok idegeskedni, engem nem viszel az ördög. De az a helyzet, hogy általában késésben vagyok, és mindig jönnek belém lassú objektumok. Volt, hogy bejött elém egy cirkuszkaraván a Szerpentinen.
De olyan sebessége, hogy azt hittem, hogy a biciklis medve vezeti föl a csapatot. Mondjuk, az nem tudom, kinek jutott eszébe, hogy a medvét biciklire tegyem el, hogy nem a medvének, az szinte biztos. A medve egy majdnem tökéletes állat, mert erős, gyors, úszik, fára mászik, mindent tud, csak tök hülye. Áldogál az erdő mélyén, nézelődik a kis buta gomb szemeivel, eszegeti a málnát, mert elfelejtette, hogy a szarvast is megehetné. Maci, tök jól állna neked a tűszoknya. Komolyan mondom. Persze, nem próbálod föl? Adjad ide rá énekel. Na? Jó? Nagyon jó. Nem mersz bringázni, mi? Nem a fasz, nem ezt nézd meg! Aláírta az összes papír. Aláírta az összes papírt, és azóta ott teker. De visszatérve a lassú objektumokra, volt, hogy bejött elém egy Suzuki-s nagymama, aki vontatott egy Suzuki-s nagypapát. Nem az volt a baj, hogy Suzuki, meg hogy nem tudtak vezetni, hanem hogy nem beszélték meg az útirányt. Mint egy elhajított nunchaku pörögtek előttem az útot, ez egy kikerülhetetlen objektum. De ők még aranyosak. De vannak az állatok. Múltkor bementem egy körforgalomba, ugye a körforgalomnak teljesen egyszerű a szabálya, aki először benn van, az nyert. Én már bent voltam, egyszer csak látok jobbról egy remegő 200-zal közlekedő objektumot, kilóg belőle maga az ördög félkézzel, fék nélkül átmegy a körforgalmon, még annyit mondott nekem, hogy jobb kéz szabály, öcsém! És így érted, ez az, amire nem tudsz mit mondani. Tehát neked van igazad, mert nagyobb fasz vagy, mint én, úgyhogy nyertél. De tudod, amikor sok ilyen ér, akkor lassan hiába akarod visszatartani, de elkezd bugyborogni a düh benned, és lassan a repedéseken elkezd szivárogni, mint a magma, hogy... Miért nem mész? Miért nem mész? Fogd már föl, hogy az autó azért van, mert gyorsabb, mint te, bazd meg. Tiszteld már meg a mérnököket annyival, hogy a teljesítmények legalább az egy tizedét kihasználod, jó? Ülsz, mint otthon a fotelbe, de akkor azt a baszott nagy kalapodat vedd le, jó? Minek a kalap a vezetés? Hogy szálltál be? Mert a kalappal együtt biztos nem utánadatták az embereid. Még hülye gyerek. Meg ne állj a körforgalomba, a pusztába, ahol sehol senki. Jobbra meg ne nézd, mert onnan nem jönnek a körforgalomba. Kurva anyára! Nem. Semmi baj. Lehet, hogy tanulóvezető vagy, igaz? Persze. Hát akkor tedd ki a T betűt, és megkerülünk. Csak a szégyelled, igaz? Akkor bazd a honlokodra, és mondd azt, hogy tudós vagy, faszfej! Na most... Ez nevetséges, de az a helyzet, hogy igazából gusztustalan. Tehát egy ilyen takony aurával veszed körbe magad, és a többieket is összetaknyozod a környéken az idegességeddel. És hogyha az ember ideges, akkor az agyredők gyakorlatilag simára redukálódnak, nem tud megkapaszkodni rajta a gondolat, csak így megcsúszik, mint a taknyon. És ezért van az, hogy az ideges emberek csak hülyeségeket tudnak beszélni. Elmentem egy palacsintázóba, volt egy nagyon ideges kiszolgáló, és mondom neki, hogy szeretnék kérni egy üres palacsintát. Olyan nincs. Van túrós, kakaós, meg lekváros. Értem, csak én egy üres palacsintát. Nem, akkor nem érti egy gyerek, ide van írva, túrós, kakaós, lekváros, ez van! Most tényleg, ez van, bateg, hogy túrós, kakaós, ez van! Jó, akkor adjon nekem, legyen kedves, egy lekváros palacsintát, csak ne tegyen bele lekvárt. Olyat sajnos most nem tudok adni, mert elfogyott a lekvár. Csak föl kell írjam, de másik nagy kedvencem, gangos ház felső emeletéről a következő agresszív üvöltést hallom. Laci, hozd már be a macskát, mert elviszi a bagoly megint! Itt ugye a megint szóra hívnám föl a figyelmet. Hogy az? Lehet, hogy már többször visszahozta, nem? Hát lehet, hogy a macska kéri, hogy jaj, bagoly, geci nagy, volt még egyet, légy szíves.
Tiszta állatkínzás. Na minden esetre, mivel idegesek vagyunk folyamatosan, ezért rengeteg embert megbántunk, és úgy érezzük, hogy jobbak kell legyünk. Érezzük, hogy a lelkiismeret harangja kolompol, úgyhogy megpróbálunk kicsit jobbá válni, de azt érzem, hogy az igazán nagy lehetőségeket, mikor tényleg javíthatunk magunkon, azokat inkább kicselezzük, és helyette valami egyszerűbbel dolgozunk. Például rengeteg természetvédő és állatvédő van mostanában. Ami jó, hisz védjük meg bolygónkat, és ne bántsuk az állatokat. Csak egyre inkább azt veszem észre, hogy ők kezdenek elvonulni az emberektől, mert azt mondják, hogy én a kicsi pocokkal vagyok. Mert a kicsi pocok nem cseszi szét az erdőt, nem dobja szét a szemetet, és nem csinál szívószálat. Gyere, kicsi pocok, gyűlöljük együtt az embereket. És ők azt hiszik, hogy ezzel megoldották. Csak a helyzet az, hogy az ember azért született le ide a földre, hogy embertársait szeresse. Ha itt körbenéznek, ezeket az arcokat kéne szeretni. Kurva nehéz, de ez a feladat. Mert az, hogy egy kis aranyos pockot szeretsz, aki egyébként kinyalja a segged a kajáért, az nem egy trüváj. Németországban, ahol élnek a rokonaim, ott már bizonyos régiókban nem engedhetik ki a kutyát éjszakára a kertbe, mert beperelik őket érte. Azt hiszem, németek kicsit megzakkantak. Hát eleve úgy volt a főgeci a Hitler. Ő nagyon gonosz volt, és az egész amerikai média azóta az összes németet gonosznak állítja be a legtöbb sorozatba. Ezért folyamatosan kompenzálnak szerencsétlenek, és talán így alakulhatott ki ez, hogy micsoda? Kutya a kertben éjszaka? Was ist denn das? Hát hogyan nincsen neki kabátja? Jó esetben egy évben egyszer kimaradhat éjszaka fejlámpával, haverokkal, hálózsákban vigyáznak rá, kimaradhat. Kell merni 4-5 kutyásőr, hogy tényleg ne legyen baja. És a német rokonainak a kutyája egy ír farkas. Ez a legnagyobb kutyafajta a világon, tehát a marmagassága nagyjából itt található, a kisebb lovaknál lényegesen nagyobb. És ő, hogyha benn van a házban és boldog, akkor ott borul minden. A székek, az asztalok, lebassza a farkával a gyereket a kis székből. De hogyha ki kell mennie kakilni, nem mer, mert fél a madaraktól. Ha ő elindul kakilni, először kinyomja a kis orrocskáját, ami akkora, mint egy svéd asztal. Ha nincs kint senki, kirohan, elkezdi nyomni a kókuszt, de ahogy valaki becsippant, félbecsapja a kókuszt, és visszarohan. És többször volt már, hogy még egy fél kilós kókuszdarab bekísérte a nappaliból. Jaj, kiskutyám, ha nem tudtál szarni, igaz? Semmi baj, majd hívunk pszichológust, és majd megtanít szarni, jó? És tényleg hívnak hozzá pszichológust euró ezrekért, de ez még mind semmi. Él közöttünk Cliff Penrose Angliában, aki nyulakat hipnotizál. Ezért érdemes volt megszületni, baszki. Ő azért hipnotizálja a nyulakat, hogyha állatorvoshoz viszik a nyulat, ne legyen ideges. Illetve azért, hogy az agresszív nyulakat kevésbé agresszívvé változtassa. Hát milyen az agresszív? Eleve, ugye én is sokat voltam vidéken gyerekkoromban, és most is ott élek, itt is biztos vannak vidékiek. Azért, hogyha vidéken egy nyúl agresszív lenne, olyan 5 perc alatt rotyogna a tepsibe, nem? De milyen az agresszív nyúl, ugye? Gondolom a vörös szemű, már eleve vérbe forognak a szemei, nem? Már azon fölbassza az agyát, hogy miért ilyen hosszú a fülem, badnék? Mi a fasz kéne vele, csináljak a kurva anyját, badnék? Fogantom, mert nem tudok egy kurva szót sem mondani a faszomat bele. Mit kéne meghalljak a ketredbe, a kurva anyátokat, basszátok meg! Onnan tudod, hogy agresszív a nyulad, hogy a nyul általában szaporodni szeretné, és hogyha ideges, akkor dobog. Tehát agresszív a nyulad, fogja a rácsokat, és üvöltözik, hogy kurvákat, kurvákat, hozzatok, kurvákat, kurvákat akarok! És ha ilyen nyulad van, akkor hívhatod Cliff Penrose-t, és pár ezer euróért meghekkeli. De meg is eheted, mert tök jó az íze, nem? Na most az a helyzet, hogy mi már nem kimegyünk a természetbe, hanem behozzuk azt a házba. Egyre inkább olyan kutyákat lehet kapni, hogy úgy van eltörve a gerince, hogy a konyhába jobban megy a kanyar, nem?
Van például ez a mopsz. Nem tudom, ismerik-e ezt a mopszot. Hát ez az a kutya, ami... úgy néz ki, mint egy rosszul összevar plüssállat. Mint valami, ami leesett a futószalagról, ugye a tokát, a heréjével, összecsinte. Ez a kutya egész életében a nyálával küzd. Úgy liheg, mint hogyha valaki a sarokban fogat most. Ez a... szerintem mopszot úgy csinálnak, hogy fognak egy normális kutyát, falhoz basszák. Mopsz, 80 000, tessék. Az a helyzet, hogy egyébként nagyon aranyos, hozzáteszem, tehát tényleg írtó édes kutya. Haveromnak is volt egy mopsza, ahogy megláttam, egyből föl is kattam. Úgy gyere ide, kisönek! Föl nem edne, kiesik a szeme. Hogy mit csinál? Kiesik, nem lehet emelgetni, mert kibudjan. Mi a fasznak veszel egy ilyen szarban? De... jó van, de... de az a helyzet... az a helyzet, hogy nem tudom, hogy bárki is megkérdezte a mopsztól, hogy ő szeretne a mopsz lenni. Tehát, hogy jó-e neki, hogy ő mopsz, hogy bármikor is megkérdezték, hogy szevasz, öcsém, mi szeretnél, egy ilyen tökös dobberman, vagy egy ilyen ízé? Hát én mondjuk jó lassú válasz ízé lettél, szevasz. Na de egyébként én nagyon szeretem az állatokat, foglalkozok is vele, mondjuk annyira nagyon nem értek hozzájuk, de azért van egy-két ilyen önjelölt biológus. Múltkor kihallgattam egy disputát, arról beszélgettek, hogy szerintük a galambnak fázik a hónalja. Hagyok időt. Hogy fázik a hónalja, és még bizonygatták is egymást, nézd meg a téli éjszakákon, sűrű szorítja így össze. Ahova teheti, gyalog megy. Minden dolgát megoldja a gyalog. Nézd meg! Mondjuk a galambok tényleg úgy sétálgatnak a parkokban, mint az írók, nem? Kultúráltan, hátrakulcsolt kézzel. Néha jön egy-egy jobb gondolat. Nem olyan süttyó, mint a veréb, aki két lábbal ugrál mindenhova, érted, ahova csak lehet. Az a cikki, mikor sietnie kell a galambnak, de repülni nem akar, akkor jön ki igazából, hogy tök hülye, mert akkor van ez. Na most, igazából van egy tévhit, azt mondják, hogy a galamb pár a szerelem szimbóluma. Hát szerintem a galambnál süttyóban senki nem udvarol a világon. Mert a paradicsommadár az a dzsungel közepén kitisztít egy négyzetméteres területet. Felfújja az egész testét, a tollait, és így steppel ebben a pozícióban egész nap, csak hogy valami összejöjjön. A túzog, az nem csúsz semmit, csak áll, mint egy fasz a pusztába kihúzva magát, de jelzi, hogy szaporodni szeretne. A galamba semmi más nem csinál, csak a hím ugyanígy megy hátrakulcsolt kézzel oda a tojóhoz, és nyomja bele a tojóba a fejét. Így. És azt mondják, hogy turbékol. Hát ez egy rossz hangutánzó szó. Ő nem azt mondja, hogy turbék, turbék, hanem azt, hogy kúrunk, 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 kúrunk. Ezt csinálja egész addig, amíg a tojó azt nem mondja, hogy jó, basszál meg, csak adjál engem békén a frontba. Megrakja, azt megy tovább fázni. A víz alatt is vannak nagyon érdekes állatok. Nekem azt mondták búvár ismerőseim, akik olyan búvárok, hogy van búvármatrica a kocsi hátulján. Én búvár vagyok. Nem te vagy a búvár. Én vagyok a búvár. Ez nem tudom, mi a fasznak, tényleg ez a... Most már van futómatrica is, meg hokis matrica is, kit érdekel, nem? Ez a... nem mondhatom el senkinek, elmondom már mindenkinek. Búvár vagyok, geci vagy. Tehát, hogy azért van, mert hogy annyira durva búvár, ha elmész a kocsi a mellett, elszívja tőled a levegőt. Nem, és akkor... jaj, ez nem a Covid, a búvár, búvár. De az is lehet, hogy azért, mert az egyik búvár meglátja a másikat a piros lámpánál, és be lehet mellé gurulni, hogy... szevasz! Te is búvár vagy? Ja, én is. Miért te is? Aha! Hát, ez kurva kínos van. Amíg piros a lámpa, tartsuk vissza a levegőt, azt valami lesz, nem igaz? Érthetetlen. Na de ők mondták, hogy vigyázzak, mert ha bálna környékén úszkálok, a bálnát idegesíti a buborék. Mondtam, hogy nekem akkor a kádom egyelőre nem lesz, hogy ez a probléma bezavarjon.
De hogy a bálnát pont a buborék, viszonylag sok buborék van az óceánban, hogy kezdődhetett? Két bálna beszélget egymásról. De figyelj, múltkor a feleségemmel. Láttad? Hopp. Hát mi a fasz? Hopp. Gyere már oda, én bazd meg megint. Múltkor a feleségem... Mindenki azt mondja, hogy énekel, énekel a faszt, örjön. Több száz kilométert húzik, hát persze, mert kergetik a buborékok. Egy igazi bálna amúgy ilyen kicsi, csak több száz éve visszatartja a levegőt, azt nem merik kiengedni. És ráadásul még van egy seglyuk a tarkóján, amiből meg mi jön ki? Buborék, tehát borzasztó az egész. Ott van a cápa, mondjuk az ilyen laza, nem? Az ilyen kemény, félelmetes, mondjuk szerintem tök hülyén néz ki. Tehát eleve olyan, mintha egy nagyon rossz gumimaszkot kapott volna. Fogai össze-vissza állnak, néha kiesik három, négy, de új, nincs is álla, igen, olyan, mint egy foci drukker, aki úgy maradt, hogy mocskos lilák, akad már vissza léti, neki kijött. A cápa csak azért tud kemény lenni, mert nincs az óceánban tükör. Mert ha egyszer végre látná magát, hogy hogy néz ki. Azt a kurva! Ez én vagyok! Ez vagyok én! Mi ez a szördeszka a hátamon van? Most látom, nekem nincs is faszom. Szerencsém, a kis kezeimmel el se tudnék érni oda. És még kopasz is vagyok, ó, hogy rohadjak meg egy kő alatt. Nehéz dolguk van nekik is. Na de az a helyzet, hogy ugye annyira már nem mászkálunk ki a természetbe, inkább bent vagyunk, de legalább elmondhatjuk, hogy nem tévézünk, ugye? Az lassan így kikopott a tévézés. Szerintem azért, mert a reklámok kiverték a biztosítékot, igazából nem lehet tévézni, csak úgy, ha rengeteg reklámot megnézel. Egy kedves néni foglalta legjobban össze az emberiség reklámokhoz fűződő viszonyát. Sétáltam egy utcában, és a bérház ablakából kiszűrődött a hangos televízió zaja, és egy néni folytatott párbeszédet a tévével, következőre lettem figyelmes. Szép jó napot kívánok! Horváth Lajos vagyok, mosogatógépszerelő! Szop ki a faszom! A legaranyosabb lényeket is szörnyé változtatták a reklámot, de ennél szebben Kant se tudta volna egybefoglalni ez a véleményünk. Úgyhogy televízió nem nagyon van, helyette viszont van ugye a mobilozás, azon pedig ugyanúgy beszűrődik a média káros hatása, és szerintem a legkárosabb hatása az az, hogy mostanában két embercsoport van piedesszára emelve, az egyik a nagyon kemény, a másik meg a nagyon langyos. Na most a nagyon langyosról igazából nem is szabadna beszélnem. De fogok. Nekem semmi bajom nincs a melegekkel, tényleg. Én ugyanolyan sokkot kapok attól is, ha két hetero fasz is málóra előttem egy buszon. Mintha két meleg. Nem a melegekkel van a baj, hanem ezekkel a véres szájú aktivistákkal, akik gyakorlatilag sokkal nagyobb szakadékot okoznak melegek és nem melegek között, mint ami egyébként lenne. Van ez a globális felmelegedéssel foglalkozó szervezet, az LMBTQICK+, nem tudom mi a vége most. Ez gyakorlatilag egy rövidítés. Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer. Ki a faszom az a queer? De tényleg, hogy néznek ki, mint az elfek, vagy mint a buckalakók? Utána jártam, a queerek azok, akik az előbbi 28 kategóriában nem tudják, vagy nem akarják magukat besorolni. Hát tényleg, mint a gyűrűk ura, olyan lények vesznek körül, amiről mit se tudunk, és még van az íj, az interszexuálisak, akiket meg gondolom Bécsből hoznak vonattal. Állam ez az egész akkor verte ki a biztosítékot, mikor meghalt Hefner, a Playboy atya. És a halála utáni első Playboy középső kihajthatós oldalán egy olyan nő volt, aki igazából faszi. Most ennél sunyibb helyre berejteni egy faszit, mint a Playboy középső kihajthatós oldala már nem nagyon lehet, mert nem hiszem, hogy Playboy olvasók ezrei tüntettek, hogy faszit tegyetek középre, most már faszit akarunk középre.
Ráadásul ugye Karcsika megveszi a Playboyt, rutinból ráránt a középső oldalra, majd viszi a haveroknak megmutatni, hogy ezt a csajt nézd, apám. Tetszik neked, Karesz? Nekem nagyon bejön. Srácok, buzi a Karcsi, ezt nézzétek! Ráadásul ugye, ha te ettől az egész egy picit is óckodsz, tehát mondjuk ülsz egy gyors étteremben, ami azt jelenti, hogy öngyilkos szeretnél lenni, csak nagyon-nagyon lassan, eleve megvan az alaphangulat, és akkor egy szórólapként osztott LMBTQ is újság becsúszik, megkocintja a hamburgeredet, te lenézel, és ott azt látod, és most egy konkrét példát mondok, két beolajozott favágó egy fatörzsön, tangában, birkózva egymás szakállát harabdálja. Nem basznak, csak nagyon úgy néz ki. És ettől neked rossz érzéseid lesznek. Bocsánat, nem mondom jól. Nincsenek tőle jó érzéseid, akkor egy pillanat alatt rád foghatják, hogy te homofób vagy. És a pszichológusok már el is magyarázták nekünk, hogy mi az a homofób. A homofób az azért homofób, mert a lelke mélyén ő maga is meleg. Tehát, ha nem vagy meleg, buzi vagy. És megint csak így állsz. Wow, ez tök jó. Köszi. Meleg barátaimban is egyetértünk abban, hogy a meleg felvonulás talán arra lehetne hivatott, hogy a homofóbokat közelebb hozza a melegekhez. De nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy az Andrássy úton egy konzervatív nagypapa ablakán belúgatod a feszes heréidet, hogy... Szevasz, nagyapa! Na mi van? Gyere, csapja popcím rá! Na mi van? Hunyorog, szundorod, homofób vagy a kurva anyádat? Nem hiszem, hogy erre egy homofób is azt mondja, hogy hallott, Karesz, geci jó táncol, hívjuk már vessőre, bazni. Nem hiszem, hogy ez az út. A másik nagy kedvencem, én ugyanolyan vagyok, mint te, csak más vagyok. Ugyanolyan vagyok, mint te, csak külön olimpiát akarok. Minek a melegeknek külön olimpia? De tényleg ők lassabbak? Szerintem az LMBTQI elment egy olimpiára, egy igazira. Hülye vagy, Karcs, ez egy kurva gyorsak, bazd meg! Hát én nem tudok így futni, én egy queer teknős béka vagyok, megbeszéltünk, nem? Na most egyébként, hogyha valaki téglának képzeli magát, és minden este gazdagon borítja a testét habarccsal, és ettől neki föláll a pöcörője, csinálja szíve jogat, csak ne a nappalimban, annyit kérek, mert ez magánügy, nem? Én sem mondom el senkinek, hogy minden este sáros pókmajmokra verem a faszomat. Ez csak rám tartozik meg a pókmajomra, jó? Hogy mondjam el a gyereknek, hogy gyere ide, kisfiam, hozd csak ide a majmocskát, valamit mondanom kell. Hát már az oviba is oktatják, tehát valahogy meg kell tudjad, hogy... Van a Bibliában egy mondat. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ezzel kéne kivonulni. Hát tényleg, mert ebben mindenki benne van, annyira egyszerűen és szépen meg van fogalmazva, csak hát ezzel nem vonul ki senki. És tudják miért? Mert nem megosztó. Mert akik fölülről dolgoznak, azoknak az a jó, hogyha az egyik tangában, a másik meg huszárruhában picsánudossa egymást, ők meg fönt ezt élvezik. Mert a másik, az pedig a nagyon kemény. A magyarok eleve összehúzott szemöldökkel mászkálnak mindenit, nem? Én is ilyen vagyok, mint egy párduc, érted? Lehet, hogy megtámadnak, vagy én támadok meg valakit. Az a lényeg, hogy lássák, hogy kemény vagyok, mielőtt kiütnek. Elmentem Portugáliába, és ott mindenki mosolygott. Én meg így néztem, hogy hülye vagy, bán? Boldog vagy, elgurult a gyógyszered, szedd már össze magad, idióta gyerekben. Az már senkit nem érdekel, hogy hol lakik a jóisten, de hogy kamionosok a jégen, abból csinálnak egy több huszon akárhány részes sorozatot. Nem filozófusok, kamionosok. Egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez két fasz a semmiben. És az egész műsor arról szól, hogy Joe, szerinted a beszakadt? Nem tudom, Frank alatt beszakadt. Frank alatt beszakadt? Ja, Frank alatt beszakadt. Akkor most mi lesz? Beszakadt vagy nem szakadt? Nem tudom, nézzük meg a grafikon. Beszakadt, bazzeg, ezt mondom, hogy beszakadt. Ezért. Ez ment 4 órán keresztül, de úgy összevágva, hogy végignézed, érted? És utána gondolok, hogy mi a fasz nézte meg észre, hogy beszakadt, nem szakadt, beszakadt. De már a gyereket nem engedem a tévé el, hogy én lássam, hogy melyik fasz szakadt be először. Tehát...
De a kamionosok még kemények, mert az egy kemény szakma. De van a raktárosok sorozat. Azok is kemények, pedig lerobbant raktárakból vesznek 10 centért babakádakat. És azok is kemények. Az összes ilyen, érted? Mert tetoválásuk van minden. A tetoválás az kell, tudod, mi kell? Azért, mert egyedi, mert csak nekem van, meg a félvilágnak, maxik kettőnknek. És azért kell, mert itt vannak rajta az emlékeim, mert elfelejtem őket, érted? Itt meg hátul anyám emlékei vannak, remélem nem baszták el, mert még nem láttam. És akkor megy a raktárosok sorozat, érted? Mennyi a babakád? 5 cent adok, érted? 10 centet, megvan, geci, gyere, megvan a babakád, bazdok, meddig... Már várom, mikor jön a könyvtárosok sorozat, nem? Az is ugyanez. Hol az adja? Babics mellett, ad ide, geci, kiolvasom elsőre, gyere, nézd végig, végigolvasom, esküszöm neked, bazdok. És még itt van a rap, a magyar gangster rap, és azt hiszem, az talán a legkeményebb minden közül. Jaj, mert azok annyit szenvedtek, te! Azért beszélnek így a fájdalomtól, nem tudják normálisak, így szűrik a szavakat a foguk között, mert a szakamat, mert nagyon fáj, geci, nagyon durva! Ott nagyon! Négy-öt világháború átment a csávó lelkén, csak tegnap, bazd meg, érted? Nagyon kemény, és akkor így rázza a kezét, mint a taknyot rázna le a kezét, majd a szakamad, a fakamad, a szaka. Van még egy olyan testtartásuk, mint egy zsák krumplit kéne a nyakába cipeljen, majd a szakamad, a fakamad, a gaz, élve temeti magát a gyerek, érted? A fájdalomtól, bazd meg. Tele vagyok fegyverrel, műanyag, de saját pénzből vettem, respektelje, geci, szavaztok, tudod. És a legkeményebb rapperek valamiért még így fogják a makjukat is, és a másik kezével rázza a taknyot. Megmondom, azért szakomad a taknyot. Egyébként a gyerekem szokott így áldogálni, mikor nagyon jót játszunk, pisilnie kell, de nem akar kimenni. És tulajdonképpen ez a két embercsoport van a média által most piedesztára emelve, és az átlag emberek azok meg nem érdekesek. A normális ember. Ne haragudj, nem látszik rajtad, hogy ki vagy, akkor nem vagy, jó? És akiknek kicsit gyengébb a személyisége, azok elkezdik rosszul érezni magukat, mert nem tartoznak sehova, nem látszik rajtuk semmi, és elkezdenek nyomorogni, és erre a döhcagra jönnek a mentálhigiénés szakemberek, akik stadionokat töltenek meg a fassággal, ami igazából nem fasság, mert nem is az ő gondolatuk, de előadják, és utána ugyanaz a stadion ugyanazokkal az emberekkel újra megtelik. És most szeretnék önöknek egy igazán komoly mentálhigiénés szakembert idehívni a színpadra, ugyanis úgy érzem, hogy azért mindig tud mindenki valami jót mondani, és hát, ha segíteni tudok önökön. Én azt szeretném kérni most, hogy mondjunk fóbiákat és fíliákat. Tessék? Klausztrofóbia. Nagyon jó, nagy tapsot kérnék az úrnak a lazaságáért. Klausztrofóbia. Itt volt aratnafóbia, ugye? Nagy tapsot arra is kérnék egyet. Igen. Nekrofília. Nagyon szép. Meg volt agorafóbia, és négy elég is lesz szerintem. A gondolataimmal írom ki, azért ilyen lassú egyébként. Alufólia, azt mondta? Alufólia? Nekem meg szóvízfóbiám van, tehát akkor ezt hagyjuk. De négyet kértem, és lehet, hogy nem is alufóliát mondott, csak valami intelligensebbet, igaz? Mit mondott? Tessék? Alufóbia? Aha, az alumíniumtól való... Nem tudom, hogy mi az, ugye? Nem tudom. Jól érzem, hogy fingom nincs róla. De ön tudja, én viszont tudok számolni, és a négy az négy, az meg az ötödik lett volna, úgyhogy egyébként jók vagyunk, pont az ilyen közönség lesz szükség, aki majd együttműködik. Na hát akkor most itt az ideje, hogy tényleg ezekkel a problémákkal meg tudjanak küzdeni, hívom is a segítséget. Negyvennyolc ország.
69 város, 16 kis község, egy ember, aki nem tudott semmit, és most már mindent tud. Egy ember, aki a teljes mély szegénységből ott maradt, ahol van. Egy ember, aki egyszerű kidobóból, 4 hónapos OK és tanfolyamon keresztül kiképezte magát mentálhigiénés szakemberré. Hölgyeim és uraim, fogadják a színpadon hatalmas tapssal dr. Horváth Rezsőt! Szevasztok! Szevasztok! Kuszikálok titeket! Hát szia, 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 szevasz! Letekeznek egyből, bazd meg, akárki vagy, nem? Na, már közelebb vagyok benne az aurádba, nem? Jaj, már így jól kezdünk, mint a 1000 éve basztatnánk egymást. Már szevasz, szia, puszi, szevasz, hello. Ezt mondták, hogy legyek közelebb. Na, baj van, mi? Nagy a baj, bazd meg. Pályak is nyomorult lelken, mi? Mert úgy érzed, hogy ez senki vagy, igaz? Egy darab szar. Nem baj. Nem baj az. Egy a lényeg. Szeresd magadat! Szeresd azt a szart, aki vagy! Mert szarból is lehet várat építeni. Igaz, hogy a szarvár lesz. Na de ki akar bevenni egy szarvárat? Senki. Tehát működik, ugye? Egy darab szar vagy. Senki nem fog szeretni, és ez zavar. Egy megoldás van, te szeressed magadat, azt a kis szart, aki vagy. És ha igazán rákoncentrálsz, és szereted magad, egyre jobban szereted magad, akkor többiek elkezdik nézni, hogy te mit szeretsz, bazd meg, azt a szart, aki vagy. Te akkor nagy öntudattal a szemébe nézel, és azt mondod, igen. Szeretem azt a szart, aki vagyok. A többieknek megremeg a lába, és azt mondja, bazd meg, szereti azt a szart, aki bazd meg, akkor én is szeretlek a kurva anyádat. És onnantól egyre több szar csatlakozik hozzád, és megépül a szarvár. Na, érzed, hogy jobb egy picit, ugye? Most itt vannak problémás emberek. Van ugye például, aki klaustrofóbiás. Hát te hülye vagy, bazd meg. Mit keresel itt? Bejössz klaustrofóbiásként egy ilyen kicsi helyre, a sok covidos köcsök közé, 1 centire szívják tőled el a levegőt? Hát te hülye vagy, bazd meg, tényleg. Neked egy feladatot lenne, ki kéne lovagolj a pusztába, a gecibe, mesztelenül, menjél tényleg a faszba. Az agorafóbiás köcsögöt meg kihívja ide, jó? Mert az meg itt kéne legyen, mert ott zavarog a téren, érted? Nem áll főleg a fasz a rendesen, mert téren. Ismerem az ilyeneket. Aztán van ott az arachnofób. Pókfóbia. Hát te meg buzi vagy, bazd meg, nem? Ezt ne ragozzuk tovább, mert hát tök egyszerű. Aki fél a póktól, az buzi, szerintem. Póktól nem kell félni, tök kicsi, bazd meg. Ne féljél a póktól, jó? Az a baj, hogy 6 lába van, igaz? Ja nem, 80, bazd meg, várj. 80 azt hiszem, faszom se számolja, tele van lábbal, bazd meg. Ja mondjuk legyen 8. Kitépzelőle, 6-ot maradt, 2, azt mondod neki, álljál föl, köcsök. Rárúg, szétmegy a geci, mert meg van oldva, nem? És végül van a nekrofil, jaj, bazd meg. Basznád a hullákat, mi? Figyelj, szerintem neked az a bajod, hogy te mindenkit megbasznál, csak lassú vagy, nem? Járjál el, futni, azt meggyógyulsz. Na, remélem tudtam segíteni, szevasztok, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Nem tudom, tudott-e segíteni. Talán kicsit sarkos volt a kritika, de mégis azt érzem, hogy ilyen töménytelen hülyeséget rengeteg ember beszív. És nem értem, hogy ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy ennyire hülyék vagyunk, egy csomó mindent beszívunk egyébként, mindent megveszünk, amit csak lehet. 8-szor annyi dolgot, mint amit egyébként vennénk. És alapvetően szerintem azért, mert ez már az oktatásunknál elkezdődött, hogy minket nem az életre tanítottak, hanem adathordozóknak neveltek. Én álltam az általános iskolában, a tornasorban,
utolsó előttiként. Mellettem állt Petike az utolsó. Belőle merítettem erőt. Csak meg ne halljon. Mindenki azt hitt, hogy én vagyok a legjobb barátja, közben csak kísérgettem, nehogy eltapossák. De az a helyzet, hogy egyszer csak átkerültem egy másik osztályba, és ott már nem volt kegyelem, csak kosarasok. És akkor éreztem, hogy jó, rendben van, akkor én okos leszek. Csak a helyzet az, hogy én ebben a rendszerben egyáltalán nem tudtam okos lenni. Mert nem tudok megjegyezni se évszámokat, se neveket, de egyáltalán. Cserébe viszont jó a beszélőkém meg a fantáziám, tehát bármikor be tudom bizonyítani, hogy Hitler egy remek focibíró volt Angliában. Nietzsche egy japán hadvezér, aki ide dezertált, élt 1842-től 1222-ig, amikor is elvitte a kor híres nemi betegsége, az aranybula. És én ezt bármeddig tudom nyomni, de az helyzet, hogy a jutalmam mindig csak egy karó volt. Viszont kit érdekel, hogy melyik hó hanyadikán született a költő? Számít, hogy bak vagy vízöntő? Vagy tényleg nem értem, mert a korszak az még rendben van, de hogy pontosan mikor? Na most Sárika néni, a magyar tanárom, ő rendkívül szerette az évszámokat, és meg is gyűlöltette velem az irodalmat egy jó egy évtizedre. Ő egy nagyon kedves néni volt, a szemüveg tartotta egybe a fejét, a köpeny pedig a testét, és olyan tekintete volt, mint egy sarokba szorított laborpatkánynak. Hát sosem tudod, hogy milyen gyógyszert kapott szökés előtt, hogy lehet-e simogatni, vagy megmar. Minden egyes irodalom órát egy beszédtechnikai verssel kezdtünk, amit ő hangosan üvöltve vezényelt, és utána kellett mondjuk, hogy tigris, tigris, ritkán mosdasz, mindig mocskos bundát hordasz. Ilyen ez a szörnyű tigris, ennél szörnyebb tigris nincs is. Ugyanígy néztem, mint önök, a vér megfagyott bennem. És az a legrosszabb, hogyha hibáztál, ő azt egyből kiszúrta, és már ment is be az aurádba. Olyan lehellete volt, hogyha a papír felé beszélt, láttam, hogy görnyed össze a lap. Az a fajta büdös szájú, akinek a csukva van a szája, a homloka büdös, egy ilyen megkerülhetetlen lény. És én akkor még nem tudtam, mi az a protézis. Életemben ott láttam először olyat, hogy valakinek nyitva van a szája, de csukva a fogai. Egy horrorfilm, érted? Tehát egy... És mindezek után elkezdődött a verselemzés. A verselemzés, ami gyakorlatilag... tulajdonképpen én mindig is a logikát kedveltem, tehát a logika alapján tudok megérteni mindent, és én csak puszta jó indulatból megkérdeztem Sárika nénit, hogy Sárika néni, ismerte személyesen Petőfi Sándor? Különben honnan a faszból tudjál, hogy mire gondolt, ha ugye ezt nem beszélték meg egymással? Ráadásul meg úgy nagyjából egy korosztálynak is tűnt, tehát tényleg a puszta jó indulat sugárzott bele, de erre is kaptam egy egyest. Na most, igazából erre az egyre jó az internet leginkább, hogy mondjuk a lexikális tudásra nincsen szükség, mert ha mondjuk én kíváncsi lennék arra, hogy mikor született Julius Cézár, mondjuk most hirtelen nem tudok olyan pillanatot felidézni az életembe, hogy erre kíváncsi lennék, de ha, akkor már beírhatod az internetbe, és ki is dobja, hogy Julius Cézár született júliusban, tehát ugye benne van a nevében, baszke, kitalálhattam volna ezt is, született júliusban, Krisztus előtt, tehát ugye Krisztus jelen volt a szülésnél, 100-ban. És ezt bárki kérdezi, már adhatod is neki tovább, de ha egész életedben senki nem kérdezi, akkor minek foglalja az amúgy is kicsi tárhelyet, ugye? Most vannak azok az emberek, akik mindent meg tudnak jegyezni, de mindent, évszámokat, neveket, ez ilyen különleges képesség. De ez olyan különleges képesség, mint hogy valaki gyorsan fut, vagy nagyot szarik. Annál nem több. Emberileg annál egy picikét sem több, mégis... Vannak, akik felsőbbrendűnek képzelik magukat emiatt, és elkezdenek bölcselkedni. És főleg, hogyha két ilyen ember ül egy asztaltársaságban, akkor te úgy érzed magad, mint egy darab szar. És akkor évszámok cikáznak, évszám, nem 48-48, nyara 7 óra 52, és csak arra tudsz gondolni, hogy a... anyátokat, hogy lehet valami ilyen unalmas, mert hogyha egy bölcsember mellett ülsz, az neked jó. Az jó érzés, mert te is kapsz valamit, úgy érzed, vagy valaki érdekes, meg tanulságos. Ja, és azt a tévhitet nagyon szeretném eloszlatni, hogy a
találós kérdéseket bölcs emberek találták ki, akik ilyen erdők mélyén megbúvó, mohás-homlokú bölcsek. Nem. A találós kérdések gyökerek találták ki gyökereknek. Mert mondjuk van az a találós kérdés, hogy mi az zöld istállóban piros szénát fekete lovak esznek. Tudja ezt valaki? Hú, de sokan tudják. És honnan tudják önök ezt? Hogy az a gyökér, aki először elmondta önöknek, hagyott egy kis pétet, majd azt mondta, hogy dínye. Mert azt nekem senki nem mondja, hogy ezt kitalálta, jó? Ugye értik a problémát. Tehát azt nekem senki nem mondja, hogy ezt fölfejtette, hogy várjál csak, azt mondja, zöld istáló, csak a dínye héja lesz. Mi az ritkás erdőben boldog manók ugrálnak? Tető a hajamba, most találtam ki. Bármit kitalálhatsz, érted? Amit nem szégyelsz, bármit, de hál' Istennek minden találós kérdésre van egy helyes válasz. A kurva anyádat. Kérdezd meg tőlem, mennyi az idő, kérjél pénzt, vagy hogy hol a főtér, de ilyennel ne fárasszál, nagyon szépen kérlek. Na most, és akkor teóriám szerint ezek a bölcselkedők, akik minden évszámot meg tudnak jegyezni, ezek alkottak bolygón köré egy ilyen paragrafus ködöt, amiben a logikát kereső ember csak így kóvályog. És nem érti az egészet. Persze az ügyvédek segítenek neked átmenni ezen a ködön, óránként 40 ezerért. Bocsánat, itt ez félrementünk, még 40 lesz, erre tessék parancsolni. És ez azért van ez a köd, mert te kapsz bármilyen csekket, 48 oldal magyarul, de nem érted. Ugye itt volt egy kis ráfizetés, ott egy kis százalék, még hozzájön summa cum laude, mi a fasz van, bazd meg? Miért nem írod oda, hogy 500? Azért, mert ahogy szegény anyám is kapott egyszer csak egy gázszolgáltatótól egy csekket, hogy ő tartozik 100 000 forinttal. Én? Hát én befizettem mindent. Jó, akkor tessék bebizonyítani. Én, de hát nem én írtam ezt a hülyeséget. És ameddig nem tudja bebizonyítani, addig bünti kamatokat fizet. Csüssz, szevasz! És ha te ezt beszeretnéd bizonyítani, akkor meg kell tanulnod egy idegen nyelvet. Mert hogyha elmész az ügyfélszolgálatra, olyan, mintha japánokkal kéne megértetned magad, nem? Hogy jó napot kívánok, itt azt mondják, tartozok 100 000-re, ez hogy van? Kap be a faszom 100 000! Jó, elnézést, ezt az utolsó kettőt, ezt még értettem, de hogy az eleje, hogy az jó, elmondom még egyszer, nagyon lassan, hogy te is megértsd, de szerencsétlen hülye, csak siessünk, mert egy sor áll a hátad mögött. Szónya! Mona Danyuti! Tóta! Kabe! Faszom 100 000. És az a helyzet, hogy vagy megtanulsz japánul, vagy beszoptad, és kinek van ebbe a sürgő forgó világba ideje megtanulni japánul? Senkinek. Szopni meg már tudunk, úgyhogy jó munkát majd mindenkinek, ha eljön az ideje. Szóval ez a sok impulzus, ami ér, rengeteg negatívum, meg mi is hibázunk, ez gyakorlatilag egy ilyen folyamatos zaklatottságot okoz, és ami legjobban hiányzik szerintem az emberekből, az az isteni nyugalom. És ugye ezek a mentálhigiénés szakemberek rengeteg baromságot mondanak, de azért az, hogy élj a mának, az egy fontos gondolat, illetve a mában, mert ugye ezt a carpe diemet arra fordítják, hogy élj a mának. Ami azt jelenti, hogy bebaszok, bedrogozok, hozok egy éces kurvát, meg egy ejtőernyőt, azt kibaszom magam a századikról, mert ez még nem volt. Az éj a mában, az viszont a pillanatnak való létezés, mert ugye a múltat már elcseszted, a jövőt biztos el fogod cseszni. De itt nagyon jó, itt bármi történhet. És én, amikor igazából a mában akarok lenni, akkor vagy improvizálok, vagy pedig zenélek. Na most zenélni mindenféleképpen meg szerettem volna tanulni, mert a hölgyek felé vezető út egyértelműen zenével van kikövezve.
De ritmusérzék, hallás, rengeteg munka és alázat teljes hiányában muszáj volt egy olyan hangszert találjak magamnak, amivel egy pillanat alatt meg lehet tanulni zenélni, és ekkor jött velem szembe a tilinkó. Ez egy fantasztikus népi hangszer, ugyanis van rajta egy luk, ahol be kell fújd a levegőt, és egy luk, ahol meg kijön. És ezt néha befogod. De ha nem fogod be, akkor sem történik semmi. Körülbelül 35 másodpercig el tudom játszani, hogy Európa szintű tilinkó művész vagyok. Mutatom. Itt kezd kibukni, hogy kurvára nem értek az egész és semmit. De eddig azért működött, nem? Na most, a tilinkó az egy sírva vigadós hangszer, és a magyaroknak a legősibb, legszebb tulajdonsága szerintem a sírva vigadás. Csak azt vettem észre, hogy mára már csak a sírás maradt meg. Mert nekünk annyira rossz, tényleg, nekünk a legrosszabb a világon. Szomszédban háború van, de nekünk akkor is rosszabb. Jobban megéljük a háborút, mint a szomszédok, érted? De még a Covid is csak utoljára jött be. Mert azt mondta, hogy bassz, meg ne zavarjuk ezeket meg, mert még várjuk egy kicsit, hogy fölkészüljenek lelkileg. Ha itt földrengés van, kettő ember tudja az egész országból, érted? Inkább elmegyek külföldre, hogy rúgjanak picsán az első sikátorba, bassz. Úgyhogy most írjunk egy sírva vigadós számot. Együtt. Egy szót szeretnék kérni, és abból én írok egy sírva vigadós nótát önöknek. Bármilyen szót, esetleg szavat. Jó? Alma? Micsoda? Most Moszkvics Luszkulcs. Hermafrodita. Nem azt kérdeztem, hogy ki vagy, gyerek? Tudom, hogy most már muszáj elmondani mindenkinek, már mikor belép az ajtó, hogy szevasz, Hermafrodita vagyok, egyébként Kovács Lajos. Na, Moszkvics Luszkulcs legyen az. Már egy megvan, de köszönöm, várjanak. Jó, most már a következő csak magát kérdezem, jó, már lemaradt. Belevisszük a tojásíjat is, jó, mert most már nem akarok kikezdeni magával ilyen szempontból. Jó, hát akkor küldöm nagy szeretettel önöknek és majd a tévénézőknek is a Moszkvics Luszkulcs. Jó megszopatot, gratulálok. És a Tojáshéj című nótát valahogy összeolvasztjuk valamivé. Háj, amikor a kulcsomat elvesztettem, Moszkvicsomba beletettem, de az nem akart kijönni, tojáshéjjal kell betömni. Mondta ezt a jó édesanyám, mert ő értett hozzá. Az a baj, hogy ez nem az én tilinkóm, és pont a felvételre tűnt el. Kurva hamis, és teljesen mást fújok bele, mint amit akarok. De ez van, most már nem tudok más csinálni, csak szopok. Mert ugye nem sírva vigadós nóta hangja van, akárhogy erőlködöm. Lehet, hogy a repedés nem tesz jót neki. Hamisan szól a nóta, ezt csinálom évek óta, s
Pont most veszik el a szerszám, moszkvis luszkulcs kéne hazám. Szép hazámban nincsen ilyen, nincs moszkvics semmilyen. Eladták már az összeset, tojáséra cseréltek vagy tizet. De sajnos ez a nóta nem lesz már tilinkózva, bebaszom a sarokba. Bebaszom a sarokba. Köszönöm. Láthatják, hogy a tilinkóval sem sikerült megtanulnom zenélni, ezért tovább kellett keresgéljek, és ekkor jött velem szembe a kazu. Ez egy fantasztikus hangszer, a Ho-Ho-Ho Nagyhorgász című remek meséből ismerhetik. Na most ebbe csupán bele kell dúdoljad azt, amit amúgy is el tudsz dúdolni. Ez egy csoda, hölgyeim és uraim, bármit az égvilágon. Viszont szeretném felhívni országunk lakossága figyelmét arra, sajnos a kazuval nem lehet csajozni. Mert a gitár az egy ilyen fallikus szimbólum, nem? Az a tudsz egyszerre zenélni, és közben énekelni, meg beszélni. Rung, ha én rózsa volnék, hú, de szép a szemed, szia! Ugye, hogy ebben van valami, de ezzel... Érződik a lényeges különbség, ugye? Gitárral viszont nem lehet szexelni zenélés közben. De az a helyzet, hogy kazuval nincs szex, mert nincs partnered. Hát sose lesz. A kazusok magányos emberek, de boldogok, mert tudnak zenélni. És ők csak állnak kint az erkélyen, nézik a naplementét, és élnek a pillanatnak. Látom, tetszik a kis hangszer. Végezetül pár mondat a kazú történelméről. Nagyon kevesen tudják a kazuról, hogy régen az 50-es években kazuval mondták be a híradókat. És a kisfajtások vígan álltak a traktorok mellett, lengették zászlajaikat és egyszerre üvöltötték. Éljen Rákosi, éljen a pár! Puskás Tibor Kocsis! Gól!